Meghallgatásra talált a szervezők Égiekhez intézett fohásza, szombaton igazi strandidő fogadta Sóstóna csapatokat. A sporták homokos pályán űzött változata egyre népszerűbb, a Nemzetközi Szövetség vezetőinek reményei szerint a strandkézilabda hamarosan bekerül az olimpiai programba. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei szövetség által rendezett tornára Borsod, Hajdú és Heves megyéből is érkeztek csapatok. A csapat létszám is jelzi azt, hogy évről évre egyre jobban megszeretik egyébként a csapatok a megyében. Rekord létszámú jelentkezőnk volt ebben az évben. 26 csapat jelentkezett, és csak egyetlen egy visszamondásunk volt, úgyhogy 25 csapat van itt. Ez közel 40 mérkőzés jelent a mai napon. 350-400 kézilabdás láthatunk a pályán, és hogyha a szimpatizánsokat is hozzászámoljuk, akkor 500 ember az, akit itt meg tudtunk mozgatni. A csengeri női csapat tavaly volt először a tornán. A pozitív élményeknek köszönhetően az idei rendezvényre már közel 20 fős küldöttség indult útnak hajnalban a határmenti városból. Itt annyira nem kötöttek a szabályok, viszont egy kicsit kötöttebb, ugye, mert itt nincs testesteleni küzdelem, és az nagyon nehéz kiülni a játékosokból. Tavaly folyamatosan 2 percen voltunk, meg piros lapok is voltak, de hát itt meg nem úgy fogja fel az ember, úgyhogy nyár van, jó idő van, élvezzük, a hangulat, a pesgés az most is érződik, úgyhogy teljesen jó. A mezőtúriak harmadszor neveztek a tornára. Mint a csapatvezető elmondta, nem tűztek ki maguk elé teljesíthetetlen célokat. Az ifi koroszra fogunk indulni a lányokkal. Lett volna lehetőség a fiúknak is, de nyilván azért messziről vagyunk, innestől kezdve elég csak egy csapattal a tömegközlekedéssel megoldani. Céljunk hát különösebben nincs, mivel egyrészt magasabb korosztályban indulunk, vagy hát játszunk, illetve ez csak arról szól, hogy eljövünk, strandolunk és jól érezzük magunkat. A férfiak mezőnyében a hajdúnánási etil alakulat megvédte tavalyi bajnoki címét. A hölgyeknél a Miskolcról érkezett Gold Eagles Fantázia nevű csapat győzött. Az U20-as fiúmezőnyben a török Szent Miklósi Székás Beach Boys bizonyult a legjobbnak. Az U19-es lányoknál a Kálus Reményi Leverünk, az U15-ös fiúknál a Nánási Bakugánok csapata, az U13-as fiúknál pedig a Nyíregyházi Szike végzett az élen.